Thank you.
Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Final Fantasy-t végigjátszás sorozatom 35. részében. Én Peti vagyok. És hát ugye ott hagytuk abba az előző részt, hogy itt Barrett beszámolt róla, hogy elég nagy gáz van, mivel megindult a Meteor a bolygó felé, miután Claude adatta a fekete matériát Sephirothnak, illetve a weaponok is elszabadultak és terrorizálják a népességet. És hát most itt az a nagy helyzet állt elő, hogy mivel a Shinra-nak szükség van egy bűnbakra, akit felelőssé tehet az egész kialakult helyzetért, és hát ugye valakit ugye a fel tud ajánlani a népnek, akin ugye kérhetik a bosszújukat, meg hibáztathatnak valakit. Ezért hát most itt az a nagy terv, hogy ki fognak bennünket végezni nyilvánosan. Tehát, hogy feltételezem, hogy közvetíteni fogják a tévék, meg mit tudom én, tehát, hogy itt az egész világ tudomásáról lesz hozva, hogy mi vagyunk a felelősek mindenért, és hogy halálnak halálával lakolunk cselekedeteinkért. És ezt valahogy meg kell lesz hiúsítanunk ezt a dolgot. Most egyelőre még elég kilátástalannak tűnik a helyzet, Tifával vagyunk ketten, ugyanakkor mindketten foglyok vagyunk. Még Tifánál vannak matériák, ez jó dolog. Hát a gigaszármattal az a baj, hogy nem fejleszt. Nem is tudom, mit lenne érdemes. Legyen ez. Jaj. Oké, hát nem olyan rossz ez végül is. Aha, és itt ugye már láthatjuk azt, hogy Claude nincs is benne most a csapatban, tehát ő olyan szinten eltűnt. Vincentnek szintén fel van szerelve minden, de most... Ezért mondom, hogy most egy kicsit most ezzel elszórakozok. Biztos, ami biztos, hát ki tudja, hogy mi vár ugye minket. Thank you.
Úgy nem szeretem ezt, mikor már ennyi matéria van, meg mit tudom én, aztán ki kell választani, hogy mi az, amivel érdemes lenne foglalkozni. Így, most csak mondtam valamit. Tifánál maradjon az, ami volt nála. És akkor majd, hogyha netán talán valaki becsatlakozik a harmadiknak, akkor majd... Már eddig úgy néz ki, hogy elég nagy bajban vagyunk egyébként. Hát jó, kövessük őket. Nem jutsz át. Így van, nem is tudunk másfele menni, csak erre. Itt van mindenki? Ezek azok, akik felelősek ezért az őrületért. Ugye hát itt nyilván valami sajtótájékoztató zajlik közben. Kikarákok ezek? Nemzetközi televízión közvetítjük nyomorult halálatokat élőadásban. Így van. Miért van nyilvános kivégzés épp ma, és épp most? Ugye hát ezt egy újságíró kérdezte. A meteor jelentésekből eredő káosz miatt komoly szükség van a nyilvános támogatásra. Jobb, ha megbüntetünk valakit, akárkit. Hányok tőletek? Soha nem fogják elismerni, de mindenki imádja az ilyesmit. Ezzel a lánnyal kezdjük. Hey, nyavajások, velem kezdjétek! Kamera erre, ezt vedd fel biztosra. A közönség csak úgy zabálja a könnyes búcsúkat. Hát tényleg nagy szemétládák. Mit csinálsz? Ez az én különleges gázkamrám. Élvezd a lassú és fájdalmas halált. Nagyképű... Hát, ribanc? Na, hát az őr az elejtette a kulcsot. Hát akkor kezdődik a műsor. Vészhelyzet. Weapon közeledik. Figyelem, minden katonai személy pozíciót felvenni. Ó, ne, a weapon. Futás. Hát a sajtó az azonnal szétszéled, ugye? Hey, hey, ti! Fenébe! Miért most? Milyen érzést most Scarlett? Nem futottatok el. Ez igen. Hogy érzem magam? Most éppen... He? Alta tógáz? Szia, Kercsik! Ellenség! Na, hát még jó, hogy Barrettnek azért legalább felszereltünk matériákat.
azért nem rossz az, ami a kezén van neki. Ez már nem is gépfegyver, ez már egy kisebb ágyú. Segíteni jöttem. Hát te nem a Shinrához tartozol? Akkor viszont elmondták neki. Mondjuk úgy, hogy ellenzem a kapitális büntetéseket. Meg utálom ezt az adást. Gyere, segítenünk kell Tifának. Én majd figyelem a bejáratot. Figyeld csak a bejáratot, én viszont azért felszerelnélek téged előtte. Legyen az. Mondom, legyen az. Így van. Mert neki az enemy skill. Egy Magic Plus. Added effectbe menjen neki, hát mit tudom én. Poison. Még ez se lenne szar. Mindegy. MP turbóban nézzük neki a kemetet, mert a kemetet ezt úgy lehet hol baratni. Így. Én majd figyelem a bejáratot. Na hát azért azok után, hogy elárult minket ugye olyan csúnyán, ahhoz képest ez most kedves tőle, mert most hogyha ő nem lett volna itt, akkor nem tudom, hogy mi lett volna. Ostobák! Már megnyomtam a kapcsolót. Azért én még szép néznék gyorsan körbe, hogy nincs valami, de úgy látom nincs. Nem nyílik. A weapon az.
sok támadás volt az utóbbi időkben, elbírunk vele? Szerintem a parancsai... Ez nem kérdéses. Adunk neki egyet a nagy ágyunkkal. Ágyú zsilipeket kinyitni, ágyút aktiválni, célpont weapon. Na hát nézzük, hogy mit tudnak a júnoni tüzérek. Meg hogy mit tud a sziszterrei. Milyen ereje van ennek az ágyúnak. Kész. Az ágyú. Tűz. Na, kíváncsi vagyok, elmúlt-e a veszély. De az ugye látható, hogy az egész város készültségben van. Eltaláltuk? Úgy tűnik. Weapon közeledik. Pont felénk jön. Sebesség 50 csomó. Nem lehet. Teli találat volt. Mi van az ágyúval? Időbe telik, még újra tölt. Akkor addig használjátok általános tűzerőt. Igenis, uram. Lőrés ajtókat kinyitni. Célpont weapon. Nem érhet partot. Huha. Nagyon menő ez a rész. Sebesség 70 csomó, weapon közeledik. Nem jó, támad. És itt most tippára elkezdett bőzölni a mérges gáz. Barrett, segíts! Tarts vissza a lélegzeted, ameddig csak tudod. Siess már, nem bírom sokáig. Bassza meg. A gázkamrát biztosan máshonnan zárták be. Kell egy másik terv. Először ebből a szobából menjünk ki. Tifa, segítek, megígérem. Na hajrá. A fene a pofádat. Nem, ezt is bezárták. Ostobák, most már nem tudjátok megmenteni a lányt. Basszus. Oké, itt az idő a B-terre. Fussunk a reptérre. Miért a reptérre? És Tifát itt hagyjuk. Csak bíz bennem, meg kell próbálnunk. Oké. Fel vagyunk igazából szerelkezve. Hová mész? A reptér a másik irányban van.
Egy pillanatra azt hittem, hogy nem nyitvan ki. Tudom már, mi nincs nálunk egyébként. Hát nincs nálunk kiúr, mert azt tippálnálok. Hát itt már Shirának már legképzettebb szolgyerei támadnak ránk a jelek szerint, mert elég erős volt. Csak az igazság, hogy ez így nem lesz jó, hogyha nincs nálam a kúr. Tudom, hogy sietsz, de megállnál egy szóra. Kus, sietek! Ne csapj akkor az ajt, én vagyok az, Yuffie! Mi a túrót csinálsz itt? Később elmagyarázom, most a reptérre kell mennünk. No. Egyébként mindig elfelejtem, hogy azok a karakterek, akik nincsenek velem, azoktól kiszedni azokat a cuccokat, a kiegészítőket, meg ilyeneket, amiket esetleg másnak is fel tudnék szerelni. Pedig már semmi támadó matéria nincsen. Úgyhogy az ice az jöhet.
az Elementál meg a Lapsus-ban kivételre kerül. Így. Igazság szerint felesleges volt annyira felszerelkezni, mert már itt is vagyunk. Hogy ez a jó irány? Ez zsákutca. Rossz felén fordulhattam? Isten vert a macska! Mi a fenét csináljunk most? Mindjárt ide érnek. Jó, jobb lesz, ha vigyázok veled, partner. Mozgasd a lábad és a karod, aztán a fejed, hogy kijuss a székből. Na, hát XX háromszög, X háromszög, háromszög, kör, kör. Jó. Amiért nyilván nekem nem az X. Így van. Jó, egyik kéz. Másik kéz, jó. Na, azt hittem, hogy az ilyen valami időre menő buli, vagy ilyesmi, azért készítettem így ide magamnak, hogy ugyan mit kellhet nyomni, de... Melyik állítja el a gázt? Oké. A legnagyobb slamasztikából talán most már kint vagyunk. Csak most ugye Tifánál semmilyen matéria nincsen. Nyisd ki!
Dur. Még szerencsé, hogy újra töltött az ágyú. Hát azért ilyen közelről bevitt találat csak elég neki. Te mit tennél? Hé, hey, lépj le! Először bezársz erre a helyre, most meg azt akarod, hogy kimenjek? Eldönthetnéd végre. Oké. De jönnek utánam. Az egyik balfasz le is esett. Jó, nagyot zuhantunk azért. Na hát most konkrétan az ágyún szaladgálunk egyébként. Sister Ray, hát ugye ez az ágyúnak a neve. A mi kis bujócskánk itt véget ért. A kivégzés lehet, hogy kudarcba fulladt, de élvezetes lesz végignézni, hogy vízbe fulladt. Az anyád úristen itt. Állj! Ne ütöges te vén! Nesze neked! Nesze! Nesze! Istenem, nem bírom tovább. Na, hát ezt a kis cicaharcot úgy néz ki, hogy megnyertük. Vigyétek el! Ideje, hogy megfizess. Nyugi, vagy bedoblak. Ledoblak. Fuss. Fuss az ágyú végébe. Ezt az egetre menő ez a rész. És igen, mostantól eltulajdonítottuk a Shinra-tól a Highwind-et, úgyhogy a miénk a léghajó. Most már a világ szinte bármely pontjára eljuthatunk repülve az ezt elkövető részekben. Jól vagy? Úgy ég az arcom. Felejtsd el, mit kerestek a Highwind-en? Nos, a részleteket majd később. Minden esetre a léghajó a Highwind már a tiétek. Király. Igen, hát... Nos, jó, hogy itt vagy. Én még egy kicsit itt fent maradok. Hát szegény Yuffie nem csak tengeri beteg, hanem tériszonya is van a jelek szerint. Na, kutassuk át a fedélzetet szép sorjába. Bocsi, a kezem tele van. Nos, miről beszélgessünk? Akarod hallani, miért lázadtunk?
A Highwinden dolgozva Heideggel rabszolgái voltunk, minden áldott nap. Ha az elnök üvöltözött vele, azonnal rajtunk vezette le a mérgét. Elviseltünk mindent, még a verést is. Elvégre a Highwinden szolgálhattunk, és nem akartunk kilépni egy őrült miatt. Úgy egy hete szolgálatban voltunk, és éppen az északi hegység felé tartottunk. Mindenki, még az elnök és Scarlett is. És láttam velük Sidet, a legendás pilótát. Mikor körülnézett a gépen, olyan furcsán nézett, olyan nosztalgikusan. Beszélt is velünk. Nem mertem elhinni, lenyűgöző volt. Éppen olyan meleg szívű, mint ahogy hallottuk. Sid azt mondta, hogy az övé lenne a Highwind, minden könnyebb lenne. És most itt vagyunk, és megmentjük a bolygót, a kapitány lenyűgözött minket. Ezért döntöttünk úgy, hogy segítünk. Visszatérve Junon városába elkezdtem kiabálni, tűz van, tűz van. Az űrzavarban meg elloptuk a gépet, pont a Shinra orra elől. Hát így történt, csak egy lázadás, egy rossz vezér ellen. De Barrett és te Heideggel fogságába estetek. 7 napig vártunk, egy esélyre, hogy megmenthessünk, még végre eljött. Hála a sikeres mentőakciónak ismét találkozhattunk. Remélem nem untattalak ezzel hosszú történettel. Nem, legalább megtudtuk, hogy mi történt itt egy hét lefordása alatt. Amíg ugye aludtunk közben. Nagyon vagány, konferencia szoba, meg minden. Elnézést, beszéljen Sid kapitánnyal. Unatkozom, csokobolni akarok. Na hát ezt a részt most hagyjuk. Francba, nem mondtad, hogy tudod vezetni ezt az izét. Azt hittem, Tifa meghalt. Sajnálom, de tennem kellett valamit, hogy átverjem őket. Gyerünk, mindenki vár. Mindenki itt van. Isten hozott a Highwinden. Mi baj? Több lelkesedést vártam volna. Sid. Igen. Kevesen vagyunk. Hát ja. Mit búsulsz? Tifa, adhatok infót a Shinráról. Kérdezz bármit, ha valami nem világos. Örülök, hogy jól vagy, Tifa. Úgy érted, nem vagyunk erősek Crow nélkül? Szerinted nem tudjuk megmenteni a bolygót? A meteor közeledik és a Weapon bevadult. Ilyen időkben fogalmam sincs, mit kéne tennünk. Nincs ötletem. Lazíts egy kicsit, Tifa. Gyerünk, gondolkozz. Nem tudunk leszállni erről a vonatról. Ha Claude itt volna, minden könnyebb lenne. Hát pedig igazság szerint, ahogy láthattuk, azért Claude is igazság szerint csak vakon ment előre, tehát ő is tényleg csak egy báb volt. Sephiroth úgy ugrált, hogy Sephiroth fütyült igazából. Még hogyha ez nem is volt sokáig világos. Claude a maga pimasz módján megmondaná, mit kell tennünk. Azt mondaná, minden rendben lesz, Tifa.
Tifa, mikor váltál nyúlbélává? Sajnálom, Barrett. Annyira szorongok, ez még nekem is sok. És Tifa? Az oka miért mind úgy éreztük, hogy Claude a vezér? Tudom. Ezért szeretnék biztosra menni. Ezért kell újra látnom őt. Szeretném, ha tudnád, én nem utálom. Rá kellett jönnöm, hogy fura fazon. Mikor azt hinnéd, hogy higgadt, csinál valami hülyeséget. Mikor azt hinnéd, hogy okos, megmutatja, mennyire hülye is. A beszéde, a mozgása, egész lénye olyan különös. Mióta jobban megismertem, már megértem, hogy miért. De amíg élünk, még van esély, hogy találkozzunk vele, úgyhogy mosolyog, Kugi. Talán láthatom őt valamikor. Ha rájövünk, hogy hol van, a High Winds setperc odabb repít minket. Talán... Claude még mindig az északi kráterben van, mélyen eltemetve a föld alá. Mélyen a föld alá. Mélyen a föld alatt. Úgy érted, benne az élet folyamban? Az életfolyam néha kiáramlik óceán mélyi repedésekből a felszínre. Hallottam már ilyen helyről. Talán, csak talán, Claude. Még mindig Claude miatt aggódsz, már a kezdetektől meg voltunk nélküle. Igaz? És mi lett a kemény csajjal, akit ismertem? Hova lett? Az a dolgunk, hogy vezessünk, nem beszélgetni vagyunk itt. Hé, te! Mi a fenét csinálsz? Bárki is szól hozzám, ideges leszek és török zúzok. Kiképzendő pilóta level 3-os. Szép kapitány! Tifa, sajnálom, még meg kell mutatnom ennek, hogyan landoljon. Ne aggódj, egy perc az egész. Ó, és Tifa! Nem számít mi a célod, fel kell készülnöd. Menj az eligazítóba és készülj fel. Oké. Tifa, köszönöm a jó munkát. Oké. Na hát itt most választanunk kell karaktereket. Persze, majd most már mindenkitől ki kell lesz szednem mindent. Na, mint láthatjátok, egész sok opció elérhető. A más csak úgy nem lehet kiszedni tőlük. Ring, ring, ring.
No, és akkor ennyi, ez Jufitól is kiszedem a kérdészítőt. Meg Rednél is biztos, nem, Rednél nincs. Na, és akkor most nyomjál nekem egy csapatválasztót itt. Akkor nem ez az eligazító, vagy... Itt van még egy helyiség, ahol nem, az az eligazító pedig. Hogy kell repülni? Jó, hát itt ugye elmagyarázza az irányítást. Hát így mennek a dolgok. Ha le akarsz szállni, csak szólj a pilótának a hídon. Ez meg ugye ilyen, hogy mondjam, ez ilyen csokobókarámszerű cucc. Itt ugye a faszikám, hogyha van csokobónk, azzal foglalkozik. Hogy én ebbe a csokobós dolgba mennyire fogok belemászni, hát fő történet szállba semmiképpen. De hogy egyébként bele fogok-e mászni, ezt nem tudom. Oké, csak szólj, ha teljes sebessége kapcsolatunk. Na, most már közben level 4-es lett. Indulunk! Nem, maradunk, mert hogyha így állunk, hogy most már szabadon mozoghatunk a világtérképen ismét, akkor most felszerelhetjük a csapatot. Tőle is kiveszem. Na, Vincentnél maradhat a rúgban. Na, először nézzük a matériákat. Tipánál lesz a Ristora, hogy eddig is. Hozzá olla. Akkor lesz nálad egy enemy skill. Lesz nálam manipulate. Szóval long range, akkor manipulate, Alexander Leviathan, legyennál egy ilyen lap plusz. Ez jöhet tolva.
Revival-t azt mondani se kell. Meg a Heal. Oké. Jöjjön Vincent Party, Enemy Skill. Akkor jöjjön a Panot. Add egy Q-től. Akkor jöjjön neki a Distract. Akkor Odin. Jöhet neki egy ilyen cucc. Jöhet neki Fire Orb-a. Meg lehet nála egy Gravity. Na hát neked barátom. Te Arted Defect-tel fogsz mérgezni. És ez azért nem jó, mert ez nem a fegyverben van. Tehát akkor ez nem fog Arted Defect-tel mérgezni. Hanem akkor ez Arted Defect-tel valami ellen védelmet fog kapni. Nem tudom, hogy hogy lesz. Minden esetre az a counter attack meg a cover az nála lesz. Természetesen nála is lesz egy enemy skill. Összehidaltak a karikák, de akkor most így a maradékot, felkerült, mert nem igaz. De hát most egyelőre ez van. És akkor még azt nézzük meg, hogy kit mivel nem végünk be. Vincentnél maradhat a Ripon, az tökéletes. A Tifát izé ellen kéne amúgy. Silence ellen, ha tudom. Mert igazság szerint, hogyha ő nem tud varázsolni, az ciki, mert nála van a felélesztő, nála van a kigyógyító, meg nála van az életerő töltő matéria is, tehát hogyha... Már hogyha van egyáltalán olyan... De nincs olyanunk, ami Silence-ellen védenek a fejlődöttem. Olyan, ami Sleep ellen védelem van. Hát, talán ez se olyan rossz. Vagy csak simán a Poison ellen bevédem ugyanúgy, mint eddig, aztán kész. Hát
ki a Poison Darkness, az tökéletes kombó. Csak valami. Na. És akkor igazság szerint most már oda menjünk, ahova akarunk. Nyilván kell találni egy helyet, ahol valami esemény lesz. Minden esetre most én ezzel a részre ennyi lettem volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek a videót. Remélem tetszett a végigjátszás, illetve hát azon belül is ez a rész. Aztán, hogyha így van, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben még nem tettétek volna meg. Írjátok meg véleményeiteket a komment szekcióban. Én várlak titeket majd a következő videóban. Peti voltam, sziasztok!